hop, step side there, step hop, step side there. A csacsacsa tánc lépéseit sajátíthatták el a gyerekek és szüleik az S+C Stúdió Kft. Szekszárdi telephelyének felső emeletén. És miközben a gyerekek önfeledten táncoltak, szüleik az alsó szinten különböző szakmai előadásokon vehettek részt. Megtudhatták például, hogyan lehet elkerülni a kiégést. Az előadást a családi naphoz igazodva maga a cégvezető unokája, Bíró Bence Péter tartotta. Naponta egy ilyen 10-15 percet ki tudunk már menni a napfényre, akkor az már egy jó hatással tud lenni ránk. Nyilván tudom azt, hogy mindannyiótok a napfényes időnek a jelentős részét az bent tölti az irodában, ez teljesen, a legtöbb ember így él, de hogy ha most ebédidő van, vagy éppen munkába jöttök, vagy éppen hazafelmentek és még süt a nap, ha tetszitek, kimehettek egy pár percre a napra, és ez jót fog tenni igazából az immunrendszereteknek, a stressztűrő képességeteket ez növeli a kutatások alapján. Majd egy szintén érdekfeszítő előadás következett, amit a neves klinikai szakpszichológus Kitanics Márk tartott. A szakember az internet és a közösségi média veszélyeit, a társadalomra és a viselkedésünkre kifejtett hatását vette górcső alá, némi humorral fűszerezve. Mindenki nyomkodja a Facebookját, és hogy számtalanszor előfordult már velem is, hogy bemegyek egy üzletbe, valamit vásárolni akarok, természetesen nem az S+C-be történt ez. Valamit vásárolni akarok, de az eladó csak oda vakkant hozzám valamit, mert hogy nyomkodja a telefonját. Kitanics Márk tanácsokat is adott az S+C Stúdió Kft. Dolgozóinak a közösségi média használatát illetően. Társas kapcsolatok térképezhetők fel, akár hiszik, akár nem, a rendőrség folyamatosan a Facebookot használja egy bűncselekmény kapcsán, megnézik, ki kivel milyen társas kapcsolatban van, ki kivel mit üzengetett. A családi nap programjai alatt a gyerekek kúsztak, másztak, játszottak a kézműves sarokban, a szülők pedig tologatták a babakocsikat. A családi napra ráadásul a nyugdíjba vonult kollégák is érkeztek unokáikkal együtt. A dolgozók azt mondják az S+C Stúdió Kft.-nek, ez a családias hangulat a védjegye. Snec Csaba 6 éve dolgozik a cégnél asztalosként. Azt mondja, azért szeret itt dolgozni, mert kiváló a hangulat, és mindig számíthatnak egymásra a kollégákkal. Olyanok vagyunk, mint egy család. Szóval nem csak barátok, hanem tényleg bármikor, hogyha mondjuk elromlik az autó, fölhívom a kollégát, hogy ki tudnál-e segíteni, értem tudsz jönni, akkor szinte azonnal. Szóval nem is barátok vagyunk, hanem inkább tényleg, mint egy nagy család. Nagyon jó, sok program van, ugye a gyerekeknek is csomó foglalkozás, meg ilyenkor tudunk együtt lenni az egész cég, mert ugye különböző csoportok vannak, raktár, vállalkozás, pénzügy, mi is külön a metalóba is, ilyenkor vannak azok a pillanatok, amikor össze tudunk ülni tényleg együtt és egy napot eltölteni. Szommerné Benkő Ágnes fél éves kisbabájával érkezett a családi napra, lassan 2 éve van gyesen, előtte ügyvezető asszisztensként dolgozott. Azt mondja, a cég nem feledkezik meg a kismama dolgozóiról sem, minden eseményre meghívják őket, és számtalan formában segítik a gyerekes munkavállalókat. Nagyon sok mindenben mondanám azt, hogy családbarát a cég. Nagyon sok programot szerveznek, ilyen többek között az építők napja is, az egy ilyen 3 napos hétvége szokott lenni. A dolgozók minden családtagjukkal meg vannak hívva. Az utóbbi években, ha jól tudom, de nem, szóval korábban Harkányban volt az biztos, most az utóbbi években nem tudom, hogy hova szokták, de mindenki családostól, férjestől, feleségestől, gyerekekkel lehet fürdeni, csapatépítő játékok szoktak lenni, közös főzések, szóval nagyon jó hangulatban szokott eltelni. Akkor ugye vannak még családbarátként ezek a családi napok is. Ilyenkor is az összes családtag meg van hívva, illetve még a gyerekeknek, amit biztosan tudok, júniusban szokott lenni gyerektábor, azt egy 7-es gyerektábort szokott szervezni a cég. Minden nap reggel 8-tól délután 4-ig különböző foglalkozások, múzeum látogatás, kirándulás, fagyizás, szóval azok is nagyon jó hangulatban szoktak telni. Az előadások alatt rotyogott a bográncsban a vegyes pörkölt, az asztalokra pedig időközben előkerültek a jó minőségű szekszárdi borok is. Az ebéd igen jó hangulatban telt. A családi vállalkozás vezetőinek az a célja ezekkel a programokkal, hogy az összetartozás érzése erősödjön a dolgozókban, és jó munkahelyi légkör alakuljon ki, mondja a cég vezetője, Cang Géza. Van egy olyan feelingje a cégnek, olyan hangulata, amely miatt szívesen dolgoznak itt nálunk a kollégák, és reméljük, hogy ezen a módon is hozzá tudunk járulni, hogy jól érezzük magukat itt.
az Estus C Studio Kft. Nem csak családi programokat szervez dolgozóinak, hanem különféle juttatásokat, rugalmas munkaidőt biztosít számukra. Néhány évvel ezelőtt elnyerték a Családbarát munkahely címet is. A cégvezető azt mondja, igyekeznek megbecsülni dolgozóikat, és továbbra is sokat tesznek a jó munkahelyi légkör kialakítása érdekében. Nálunk ez egy alap, hogy amióta a cég működik, ez nálunk mindig is egy erős vonal volt, tehát egy tulajdonosi gondolkodásunk az abszolút egy családbarát filozófiára épül. Szerintem számít. Persze, hogyha valaki egy jobb jövedelmi helyzetet kihasználhat, akkor hát tőlünk is akkor elmennek, hogyha mi azt nem tudjuk esetleg biztosítani, vagy éppen költözés miatt kell munkáját váltani valakinek. Hát a fluktuáció sajnos minket sem kerül el, de azt örömmel mondhatom, hogy mindig fel tudtuk tölteni a létszámunkat, sőt tudtunk fejlődni, és mindig tudtunk nagyon jó kollégákat találni, tehát azt gondolom, hogy még a fluktuációval is csak erősebbek lettünk, meg bízok benne, hogy leszünk is a jövőben. Részmunkaidőben azért néhányan dolgoznak, de azért zömében nem részmunkadósok vagyunk, de igaz az eltolt munkaidőrend, tehát az, hogy és itt esetleg a beosztáshoz alkalmazkodva, aki gyerekét viszi az iskolába, az lehet, hogy 8-ra jár csak dolgozni, illetve hogy a buszjárata van, akkor egy ilyen csúsztatott munkaidő kezdés befejezéssel ehhez tudunk alkalmazkodni. Nyilván rugalmasan azokhoz a családi programokhoz vagy kötelezettségekhez, ahol el kell engedni a dolgozót, ezt mi megoldjuk. Ha bármilyen tanulmányba kell támogatást nyújtani, vagy éppen egy lakás vásárlás, építés, választásba szintén megtörténik. Egészségügyi szolgáltatásaink egy kicsit egyedülállók, tehát itt azért tehát hetente van egy tai chi képzésünk, ahol önkéntesen, akinek ez tetszik, az a munkaidőben részt tud venni. Egészségmegőrzésre van két bémer készülőkünk, ami elektromágneses módon segíti az egészséget. A családi nap egy közös ebéddel és gyermekeknek szóló programokkal záródott.